Június 1-én lép hatályba a pedagógusok teljesítmény értékelésével kapcsolatos jogszabály. Erről tartott előadást Békés Csabán az Andrássy Gyula Gimnáziumban a Nemzeti Pedagógus Kar rendezvényén dr. Kozák András, tanügyigazgatási jogi szakértő. Sódar Zita, a Nemzeti Pedagógus Kar Békés vármegyei elnöke, az Andrássy Gyula Gimnázium igazgatóhelyettese elmondta, a fórum alapvetően arról a teljesítményértékelési rendszerről szólt, amely minden pedagógust érint. Sódar Zitát Licska Balázs kérdezte. Miről is szól igazából ez a mostani fórum? Alapvetően a pedagógus teljesítményértékelési rendszerről, amely gyakorlatilag június 1-től, illetve hát szeptembertől lép életbe, a 2024-25-ös tanévet érintőleg minden pedagógust érint az új teljesítményértékelés, beleértve az óvodákat és a középiskolákat is. A mostani fórumra kiket vártak? Elsősorban hát pedagógusokat, illetve intézményvezetőket, a Békés Csabai tankerület, illetve a Gyulai tankerületbe ment ki alapvetően a meghívó, és ahogyan a regisztrációt elnéztem, akkor többségében ugye óvodák és iskolák intézményvezetői pedagógusai regisztráltak. Miért fontos, hogy ilyen fórumokat tartson a Nemzeti Pedagógus Kar, hiszen ezek az információk talán elérhetők igazából bármelyik pedagógus számára? Alapvetően a pedagógusokban nagyon-nagyon bizonytalanság, hiszen minden új dolog bevezetését egyfajta bizonytalanság övez, nem tudják még, hogy mire számítsanak. Bármerőben nem teljesen új a rendszer, hiszen az eddigi elemekre építve hoztak létre gyakorlatilag egy új teljesítményértékelést, még egyszer mondom, beleértve és beleépítve a korábbi elemeket. De alapvetően az óvodák számára azért nagyon új, mert azon az informatikai felületen, amelyen ez az teljesítményértékelési rendszer futni fog, a Kréta rendszerén keresztül, az nekik merőben új, tehát ők ezt még nem használták. És mindenféleképpen egyrészt a bizonytalanságot, hogy leépítsük a pedagógusokba, egyfajta megerősítést és támogatást adjunk nekik, hogy minél szélesebb körű tájékoztatást kapjanak róla. Dr. Kozák András, tanügyigazgatási jogi szakértő, Licska Balázsnak többek között arról beszélt, a legtöbb nevelési, oktatási intézményben a pedagógusok teljesítményértékelésének feladata az igazgatókra hárul. 2024. szeptember 1-től valamennyi nevelési, oktatási intézményben a pedagógusok teljesítményértékelésének a feladata az igazgatókra, és mint értékeltekre a gyakornokok és az óraadók kivételével valamennyi pedagógusra olyan feladatokat ró, amelyek a 2024. április 4-én kihirdetett miniszteri rendeletben, majd április 12-én az Oktatási Hivatal honlapján közzétett, letölthető útmutatókban nagyon pontos eljárásrendi, szakmai, módszertani útmutató keretében került nyilvánosságra. Most, 2024. júniusában készülnek föl az intézmények arra, ez mind a technikai, mind az adminisztratív, mind a szervezési intézkedéseket, az intézményi menedzsmentek feladatmegosztását jelenti, hogy 2024. szeptemberében elkezdődhessen a teljesítményértékelés, amely folyamatában az egész tanévet, nevelési év vonatkozásában, óvodák tekintetében, pedig a nevelési év, tanév 2024. szeptember 1-én elkezdődését követően a következő 2025. év júniusának utolsó napjáig tartó időszakot foglalja magába azzal, hogy 2025. június 30-áig az iskolákban és 2025. augusztus 15-éig az óvodában le kell zárni az értékelésnek az adminisztratív felületét, amit egyébként az ECRÉTA rendszerben erre rendszeresített felületként bocsátanak a fejlesztők rendelkezésre, és ami a legfontosabb, hogy a teljesítményértékelési eljárásnak, az intézmény igazgatójától lefolytató dokumentált értékelési eljárásnak az eredményeképpen a 2025-2026-os
tanévben a pedagógusok, az értékeltek, az általuk tanúsított teljesítmény munkaszínvonaluk alapján kapnak lényegesen, de hát a rendeletben meghatározott egyes fizetési fokozatokhoz tartozó felső illetmény küszöbig terjedően eltérített illetmény, de hát igen nagy tétje van a teljesítményértékelésnek, hiszen ezáltal válik lehetővé, hogy az egyes fizetési fokozatokba sorolt pedagógusok a jogszabályban meghatározott legmagasabb összegű havi illetményre legyenek jogosultak a teljesítményértékelés követő tanév egészében. Van arra esély egyáltalán, hogy kevesebb fizetést vigyen haza egy pedagógus, mint amit eddig vitt haza, ha például rosszul teljesít az igazgató szerint? Nincs. Ezt a jogszabály egyértelműen, világosan, kategorikusan kizárja. Jogszabályban foglalt rendelkezés értelmében a teljesítmény értékelés eredményeképpen a pedagógus havi illetményét alacsonyabb összegben megállapítani jogszerű keretek között nem lehet. Egyébként az életpálya törvény, a 2021 évi 52. törvény a pedagógusok új életpályájáról garanciális szabályt fogalmaz meg a havi illetmény védelmére, de hát semmilyen jogszerű munkáltatói intézkedéssel a havi illetményt csökkenteni nem lehet. Ez egy sarkos szabály. Nyilván nem részletekbe menően, hanem nagy általánosságban, de mi alapján értékelik az intézményvezetők a náluk dolgozó pedagógusokat? A teljesítményértékelésről szóló belügyminiszteri rendelet mellékletében meghatározott 8 szempont, mérési szempont alapján, ezek közül 6 szempont jogszabályban tematizált, pedagógia minősége, eredményessége, feladatvállalás, mennyiségi mutatói, tehetséggondozás, felzárkóztatás, kommunikáció, együttműködés, motiváció, elkötelezettség, etikus magatartás, fegyelmezettség, de hát a határidők betartása, hát részint szakmai kvalitások ezek, részint érzelmi viszonyulás a munkához, tehát beállítódások, attitűdök, de ugyanakkor az intézmények is meghatároznak egy értékelési szempontot a tanévre, és minden pedagógus 3 személyre szabott teljesítmény célt javasol az igazgatónak, aki annak jóvágyását követően teljesítményértékelés során a pedagógus teljesítményét ebből a vonatkozásból is értékeli. A személyre szabott teljesítmény cél talán a leginkább szolgálja azt, hogy a teljesítményértékelés ne legyen szubjektív jellegű a vezető vonatkozásában, hiszen ezt a 3 célt maga a pedagógus javasolja saját kvalitásainak, tanévi feladatainak a végiggondolása után. Egyébként a teljesítmény értékelés egyes mérési szempontjainak mérési részterületeit az oktatási hivatal honlapján közzétett, letölthető szakmai módszertani útmutatók tartalmazzák, de hát ez nem egy jogszabály, hanem jogszabály alapján meghatározott dokumentum, tehát nincs közvetlenül olyan kötőerője, mint a jogszabálynak, de bizonyos vonatkozásokban kötelező az alkalmazása, de annyiban pedig szakmai ajánlás, hogy a mérési dokumentumokat, ami alapján megtörténik az egyes mérési területeken a mérési pontszámok rögzítése, azt bizony ajánlásként, vagyis az intézmények, az oktatási hivatal által közzétett útmutatónak a saját tapasztalatai, saját maguk döntése szerinti kiegészítésével vehetik, veszik figyelembe. Hát ugye, van 8 mérési terület és 20 mérési részterület. A mérési területeket, az eljárásrendet, a határidőket, a pontozás normáit, az egyes teljesítmény szinteken teljesítő pedagógusok által elért eredménynek a százalékos meghatározottsága jogszabályban foglaltattól eltérni nem lehet érvényesen. Ez is az objektivitásnak az érdekét húzza alá, és kívánja biztosítani az elkövetkezőben. A teljesítményértékelés minden tanévben, minden nevelésben, de ciklikus jelleggel le kell folytatni, és annak eredménye realizálódik a magasabb, a minőségi és mennyiségi többletmunkát elismerő havi illetményben.
van arra lehetőség, hogy a diákok vagy akár a szülők véleménye is megjelenjen a teljesítményértékelésben? Igen. Bizonyos mérési területeken a tanulók életkorához igazítottan kötelező is az elégedettségmérés alapján a vélemény figyelembe vétel. Ez gimnáziumok, szakgimnáziumok, középfokú nevelési oktatási intézmények területén a pedagógus hozzáállását, beállítódását, tehát nem a szakmai tudását, hanem az elkötelezettségét, motivációját, a vállalt feladatai ellátásának a mennyiségi, kvantitatív jellegű területeit, illetve a pontosságát mérik. Hát ugye ez nem igényel szakmai tudást, de a szaktudást igénylő pedagógiai munkának a nevezett minőségi, kvalitatív feltételeit, azt szakember, de hát ez igazgató értéke, aki maga is pedagógus szakképzettségű személy. És természetesen a kötelezőség körén túl az igazgató, a nevelőtestület az egyetértésben az intézményi teljesítményértékelési rendszer meghatározása keretében további mérési részterületeket kapcsolhat be a teljesítmény értékelésbe a szülők és a tanulók véleményezése tekintetében. Pontosabban szóval bizonyos mérési részterületeken bekapcsolhatja a kötelezőségen belül a szülők, tanulók véleményét. Itt nagyon fontos, hogy a kommunikáció, együttműködés, hogy hogyan kommunikál, mennyire hatékony és mennyire empatikus a pedagógus kommunikációja. Ezt leghitelesebben a nevelőtestület tagjai, a szülők és a tanulók tudják levonni. Hát nyilván óvodában a gyermekeknek a véleménye az nem releváns, hiszen nincsen kellő belátási képességük, de a szülőké igen. Tehát a szülőknek a véleménye egy számos területen kötelezően megjelenik. Az intézményeknek ki kell alakítani egy saját protokollt, amelyben kiegészítik a jogszabályban, illetve a kötelező ajánlásban meghatározott. Az elmúlt percekben Sódar Zitát, a Nemzeti Pedagógus Kar Békés vármegyei elnökét, az Andrássy Gyula Gimnázium igazgatóhelyettesét, illetve dr. Kozák András tanügyigazgatási jogi szakértőt hallhatták azzal kapcsolatban, hogy június 1-én lép hatályba a pedagógusok teljesítményértékelésével kapcsolatos jogszabály.